Kis Mátéval, az MB2-es csapatunk kapusával beszélgetek a Győr elleni mérkőzésről, ami hát sajnálatos módon vereséggel végződött, így kezdődik ugye az MB2-es pályafutásunk, legalábbis a második csapatunk pályafutása. Mit gondolsz a mérkőzésről? Hát összességében ugye, hogyha most valaki megnézi a végeredményt, azt látja, 3-1-re nyert a Győr, azt is mondhatná, hogy egy sima találkozó volt, ahol a vendégek megérdemelten szerezték meg a győzelmet. Tehát egy picit én hazabeszélnék, másképp látom ezt, úgy gondolom, hogy abszolút egyenrangú ellenfelei voltunk a Győrnek, sőt, helyenként följék is kerekedtünk, és bár ők szerezték meg a vezetést, a második fél időre sikerült fölállnunk, és azt mondom, hogy még benne is volt a mérkőzésben, hogy akár megszerezzük a győzelmet. Hát sajnos nem így történt, és a végén már kinyíltunk, és 3-s kapott gólt. Ez a 3 gól, ezek egy egyéni hibából, vagy hogy történtek? Igen, azt szokták mondani, hogy a gólok mindig egy nagy hiba előzi meg, tehát ezzel újat nem mondtam. Igen, hát hogyha így, már nem az én tisztem, de azért, hogyha így összefoglalom, akkor azt kell mondjam, hogy az első gólnál sajnos a belső védőnk, a Berkoádi elcsúszott, és hát a srác egy-egybe tudta rám hozni a labdát. Zicser volt, sajnos kimozgatott, elpasszolt a másik oldalra. A második kapott gólnál megelőzően 18 méter körül volt egy szabálytalanság, és egy ballábos srác állt oda. Azt kell mondjam, hogy sajnos szerencsétlenségünkre nagyon jól talált el, a sorfal fölött behúzta a kapufa mellé. A harmadik gólunk pedig egy kirúgást, az én kirúgásomat követően visszafejelték a középpályáról, és hát sajnos már inkább támadtunk, mint védekeztünk, és ott kinyílt védelmünk között kilépett a gyerek, eltolta és létszállásra került neki. Jó, hát ugye egy vereség az soha nem öröm, gondolom most sem az. Azért mégis csak megkérdezem, hogy mennyire vagytok elkeseredve, tehát azért még rengeteg meccs van előttünk. Igen, azért... hát persze, még ugye van 29 találkozó, bizonyíthatunk. Egyértelmű, hogy azért tavalyi szezonban, ha lehet ezt mondani, hozzászoktunk a győzelemhez, azért NB3 az egy más színvonal, ezt azért mondjuk ki. Ugyanakkor szerintem mindenkiben munkálkodik a bizonyítási vágy, és szerintem azon leszünk, most beszéltük az egész csapat nevében, hogy jövő héten ezt a úgymond csorbát kiküszöböljük, és én azt mondom, hogy joggal mehetünk akár 3 pontért is Budaörsre. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.